Üdvözlünk a Pannon Egyetem gazdaságtudományi karán a Green Life Podcast csatornáján. Mai adásunkban három vendégem is van. Forró Krisztina, a Veszprém Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa horizontális célokért felelős vezető projektmenedzser, Szalai Marietta, a Veszprém Balaton 2023 EKF program fenntarthatósági projektmenedzsere, és Tóth Miklós, kulturális projektmenedzser. Köszönöm. Köszönjük a meghívást. Sziasztok. Sziasztok. Kezdjünk is bele. Krisztina, úgy tudom, hogy ez a te fő területed, a Veszprém Balaton 2023 EKF programnak a horizontális céljai között szerepel a fenntarthatóság is. Mik ezek a horizontális célok? Hogy kapcsolódik a fenntarthatóság ezekhez a célokhoz? Hol helyezkedik el? Egy picit meséljél erről nekünk. Jó, nagyon szívesen. A horizontális célok, amiket itt megnevezünk ebben a projektben, az itt most jelen esetben három ilyen fő célt emelnék ki. Az egyik az úgynevezett látogatóbarátság, a másik a családbarátság, és a harmadik pedig a zöld fenntarthatóság. Ugye a fenntarthatóság szót azt nagyon gyakran csak a zöld fenntarthatósággal azonosítják, és nálunk az is fontos, hogy itt egy társadalmi fenntarthatóságról is beszélünk, és ezért vagyok most én is itt, mert a látogatóbarátság és a családbarátságon belül egy ilyen esélyegyenlőségi dimenziót értünk. És akkor itt a látogatóbarátságot egy kicsit kifejteném, hogy itt azt értjük ez alatt, hogy akár az idős embereket is figyelembe véve, a fogyatékkal élőket figyelembe véve, vagy az olyan életkörülmények között élő embereket is figyelembe véve alkotjuk meg a programjainkat, akiknek nincsen olyan könnyen esélyük, vagy lehetőségük eljutni egy-egy kulturális eseményre. És az a célja ennek az egész EKF-nek, hogy a kultúrán keresztül érjünk el olyan változásokat, ami tényleg egy ilyen fenntartható fejlődést jelent. És a családokat is bevonjátok, tehát hogy a család vonal, amit mondtál. Igen, és a családbarátság alatt is nem azt értjük, hogy most minden programnak gyerekfesztiválnak kéne lennie, hanem egyre több példát látunk arra, hogy nyugaton is, és most már egy több magyarországi eseményen is figyelembe veszik a kisgyerekes családokat, ahol mondjuk a szülők tényleg ilyen 30-40 éves korosztály, és nem tudnak azért elmenni egy programra, mert hogy ugye kisgyerekük van otthon, és mondjuk nincsen lehetőség arra, hogy egy édesanyja megszoktassa a gyerekét egy kicsit távolabbi, kicsit ilyen eldugottabb helyen. És azt látjuk, hogy viszont egyre több kezdeményezés van arra, hogy akár egy kávézóban, akár egy fesztiválon, vagy egy múzeumban legyen arra lehetőség, hogy egy anyuka vagy egy apuka el tudja vinni egyedül a kisgyerekét, vagy vannak olyan nyitvatartási idők, ami mondjuk figyelembe veszi azt, hogy van szoktat, hogy mi az altatási időszak, ugye evés után, vagy mi ebéd után. És ez is nekünk célunk, hogy ezt a korosztályt is, vagy ezt a társadalmi csoportot is figyelembe vegyük. És ugyanez az akadálymentesség témaköre is, hogy nagyon sokszor azt gondolják, hogy attól lesz akadálymentes egy múzeum, hogy van egy rámpa, amire mondjuk rányílik egy ajtó. De hogy nem csak ez a cél, hanem az, hogy mondjuk akár egy autizmussal élő gyereknek a szülei plusz a gyerek el tudjon menni egy múzeumba, és ott olyan feliratok legyenek, olyan körülmény legyen, ami ezt a célcsoportot is egy ilyen komforttal látja. Tehát, hogy egyik a komfortzónájában maradhat a gyerek is, meg a család is. És az a célunk, hogy tényleg ez a szemléletmód, ez támogatva legyen egy tudásanyaggal, szóval készülünk egy ilyen írásos tudásanyaggal, amit összerakunk az év során, és ebben nagyon sok szakértőt, civil szervezetet szeretnénk bevonni. Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy ez egy nagyon átfogó dolog, nagyon, nagyon összetett dolog, amit itt most elmondtál nekünk, tehát hogy akkor bevontok ti ebbe szakértőket, ezek igen. Szerint kutatásokat végeztek. Igen, igen, és ugye az egyetemen is vannak ilyen témákutatások, hogy a társadalmi fenntarthatóság az hol fontos, hogyan támogatja a fejlődést, és itt tényleg az a lényeg, hogy ez nem csak egy szép dolog, és az embernek jó a lelkének, hanem ez gazdasági szempontból is nagyon fontos, mert ők is egy fizető közönség, ez az egyik oldal, a másik pedig az, hogyha hosszú távon fennmaradó eseményeket vagy kezdeményezéseket akarunk létrehozni, akkor annak olyan aspektusokat is figyelembe kell venni, ami ezt szolgálja. És tényleg egyre több cégnek fontos az, hogy családbarát legyen,
ezért nagyon szívesen állnak be a családbarát kezdeményezések mögé, mert nyilván ők is felismerték azt, hogy ez az új generáció, aki belép a munkaerőpiacra, annak már fontos az, hogy önkénteskedni tudjon, hogy a cég, ahol dolgozik, annak fontos legyen egy-egy ilyen eszme, illetve hogyha majd elmegy szülni mondjuk egy anyuka, akkor utána vissza tudjon menni rugalmas időbe dolgozni, vagy legyen a munka környezete, hogy ez támogatja a családbarátságot. És azt gondoljuk így a csapattal, hogy tényleg ezek a kulturális események is úgy tudnak fennmaradni, hogyha egyrészt a civil szférát is bevonják, a lakosságot is bevonják, a céges oldalt is bevonják, és a szakértői oldalt is, tehát ugye az egyetemi kutatókat meg ilyesmi. Így van, ez akkor lehet sikeres, és akkor igazándiból ez kézenfogva jár. Tehát, hogyha a társadalmi hatás, a gazdasági hatás, tehát akkor fogjuk elérni azt, hogy és aztán a fenntarthatóság és a környezeti fenntarthatóság is sikeres lesz, hogyha mindez együtt jár, és mindegyik jól érzi magát. Igen. És tényleg szerintem tök jó ez a kapcsolódási vonal, hogy ezt így figyeljük, hogy itt ezek hatnak egymásra. Így van. És akkor tudunk egészségesen maradni, és a gyerekeinket, unokáinkat is megtartani, vagy hát támogatni, hogyha figyelünk nem csak a társadalmi fenntarthatóságra, hanem a környezeti fenntarthatóságra is. Van nektek ez a horizont, zöld horizont programotok, ugye? Ez, ha jól értem, akkor a környezeti fenntarthatóság és a környezettudatosságra való törekvésetek ebben csúcsosodik ki. Vagy ehhez köthető, erről egy picit mesélnél nekünk. Igen, hogyne. Ugye a környezeti fenntarthatóság szintén egy nagyon fontos sarokköve az LKF programnak. Érezzük azt és tudjuk azt, hogy most így, mint Európa kulturális fővárosa birtokosai, nagyon nagy felelősség van a vállunkon abban a tekintetben, hogy milyen irányba kormányozzuk a régió kulturális szektorát, illetve a szolgáltatói szektorát. És mi tulajdonképpen nem szeretnénk más, mint hogy egy európai szintű környezettudatos rendezvényszervezéshez példát mutatni, és megadni ehhez minden segítséget, amire a rendezvényszervezőknek szüksége lehet. És ehhez tulajdonképpen kidolgoztuk a mi fenntarthatósági stratégiánkat. És első lépésként ehhez vállalásokat kellett hoznunk, hogy mik azok a kritériumok, amiket mindenképpen teljesítünk, aminek minden kulturális eseménynek meg kell felelnie. Itt gondolok például arra, hogy csökkentsük, vállaljuk azt, hogy csökkentjük a közlekedés által okozott károsanyagkibocsátást az eseményekkor, vagy hogy törekszünk arra, hogy minimalizáljuk a keletkező hulladékot. És ezt nem csak mi tartjuk be, hanem mindenkit bíztatunk arra, és aztán majd mindenkitől szeretnénk is ezt kérni, hogy tegye meg ezeket a vállalásokat. És hát persze azzal is tisztában vagyunk, hogy ezek nem alapvetések, hogy ezek így nem értetődnek mindenkinek ilyen egyszerűen, úgyhogy minden segítséget megadunk ehhez a rendezvényszervezőknek, oktatásokat tartunk, oktatóanyagokat bocsátunk a rendelkezésükre, tehát hogy így tulajdonképpen egy folyamatban teljes mentorálást biztosítunk nekik. Illetve itt még nagyon fontos a fokozatosságnak az elve, hogy ezeket a vállalásokat mi nem így egyik napról a másikra tesszük és követeljük meg az együttműködőinktől is, hogy ezt tegyék, hanem hogy ez egy fokozatos munka legyen. A cél, hogy a 23-as évre mindenkinek a kezében meglegyen az a tudás és az az eszköz, ami kell ehhez. Ezt szerettem volna kérdezni, hogy mennyire nyitottak erre a együttműködő partnerek erre a kezdeményezésre. Mik a tapasztalataitok? Nagyon nyitottak, és kérik is, uh-huh. hogy ebben segítsük őket. És milyen egyéb környezettudatos szemléletformáló tevékenységetek van még? Tulajdonképpen amellett, hogy mi képeztük a programnak a résztvevőit, fontos feladatunk, hogy össze is kapcsoljuk őket. Találkozási felület tudjon létrejönni, ahol elindulhat párbeszéd. Önkormányzatok között, intézmények, civil szervezetek mesélhetik el egymásnak a tapasztalataikat, mi pedig jó gyakorlatokat tudunk megosztani velük. Úgyhogy ez a hálózatosodás, kapcsolatoknak a létrehozása egy fontos feladatunk, illetve a szemléletformálásunkat szeretnénk megtámogatni egy saját fenntarthatósággal foglalkozó weboldallal, ahol kommunikációs kampányokon keresztül naprakész blogbejegyzésekkel szeretnénk inspirálni a
résztvevőket is, illetve a szolgáltatókat is a változásra. Ez jól hangzik, valóban. Ez körülbelül mikorra fog élesedni, hogy látjátok ez a honlap például? 2021 őszére tervezzük, hogy a honlap elindul. Akkor most lázasan folynak a munkálatok. Igen. Van egyéb dolog, amit még úgy gondolod, hogy szeretnél kiemelni, ami a Zöld Horizont programhoz kapcsolódik? Igen, talán az, hogy ahhoz, hogy ezek a törekvések, egy-egy rendezvény fenntarthatósági törekvései érvényesülni tudjanak, vannak még hiányosságaink, tehát itt a régióban. Okay. Itt gondolok arra, hogy bizonyos szolgáltatások nem elérhetőek jelenleg, és ezekhez szeretném mi támogatást nyújtani, kvázi egy ilyen zöld rendezvénytechnikai vállalkozás fejlesztéssel. Példaként mondok egyet, hogy mondjuk, hogyha valaki most repuháros rendszert szeretne, igen, az eseményére bevezetni, akkor most egészen Budapestig kell érte utaznia, és nem csak a poharakat kell onnan hozni, de a mosatást is ott tudja elvégezni, úgyhogy ennek a hiánya jelenleg a régióban egy akadály, hogy ezt tudjon gördülékenyen menni. Ez valóban akadály, mert ez mind időben, mind pénzben, mintha csak azt nézem, hogy az utazás és a környezetszennyezés, tehát ezeket mind le lehetne csökkenteni, ha itt helyben meg tudnánk oldani. Pontosan. Köszönöm a példát, mert így azért jobban el tudjuk képzelni, hogy miről is van szó. Jó, köszönöm. Hát az egyetlen férfi vendégünket is hagyjuk szóhoz jutni akkor. Miklós, úgy tudom, hogy a Balaton Labor program hozzád kötődik. Mit kell erről tudni, mik a céljai, mikor fog beindulni? Mesélj nekünk erről egy picit. Onnan kezdeném, hogy amikor Veszprém pályázott az Európa Kulturális Fővárosa címre, akkor ezt a Balaton térséggel együtt tette meg és nyerte el aztán ezt a címet. És ez a tó és az ezt körülvevő egyedi kultúrtáj, ez egy olyan európai léptékben is különleges érték, amit úgy gondolunk, hogy nem szervezhetünk úgy egy kulturális programsorozatot, hogy ne tennénk erről említést. Illetve a másik, amit fontosnak érzünk, hogy az a sokféle mikrotérség, ami körbeveszi ezt a tavat és része az LKF régiónak, annak ez a tó ad egy olyan közös identitást, ami mégis összeköti az ebben a térségben élő embereket. Tehát fontosnak tartottuk, hogy ez megjelenjen a programsorozatunkban. És arra jutottunk, hogy szeretnénk egy olyan programot készíteni, ami hangot tud adni ennek a természeti értéknek, ami ennek az érdekeit tudja képviselni. És ezért döntöttünk úgy, hogy egy ökológiai fókuszú programot készítünk elő. Ugye az ökológia tudományára szeretnénk építeni ezt az egész programot, ami a természeti folyamatokat, a természeti összefüggéseket vizsgálja. És ezt szeretnénk bemutatni olyan művészeti, kulturális eszközök segítségével, ami felhívhatja az emberek figyelmét, hogy mi a jelentősége ennek, miért fontos, milyen veszélyeknek van kitéve, és mit tehetünk esetleg annak érdekében, hogy ez a táj, ez a tó, ez a lehető legjobban érezze magát, mert úgy gondoljuk, hogy ez egy közös érdekünk, bár nagyon sok szereplő van, aki használja ezt a tavat, használja ezt a tájat, de úgy gondoljuk, hogy erre a közös érdekre érdemes építeni, hogy mindannyiunknak ez lényeges, hogy lehető legjobb állapotában legyen. Valóban a cél nagyon nemes, de akkor egy fogyasztható formában fogjátok ezt állalni, tehát hogy a minél szélesebb réteghoz is eljusson ez a cél, igaz? Tehát, hogy így említetted, az a kultúra, az egy nagyon jó hívó szó. Igen, mindenképpen nekünk ugye kulturális eszközök állnak a rendelkezésünkre, és azzal találkoztunk persze, amikor ennek nekikezdtünk, hogy az ökológia tudománya az egy olyan szövevényes és nagyon kiterjedt tudást igényel, ami nekünk nem áll a rendelkezésünkre, és ezért fontosnak tartottuk, hogy ezt megalapozzuk kellőképpen. Ezért kértünk segítséget ehhez, egy olyan szakértőgárdát kerestünk, aki egyrészt otthon van az ökológiai tudomány és a művészetek ötvözésében, másrészt pedig itt a Balaton térségben is
megfelelő kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, és így találtuk a PAD alapítványt, akivel elkezdtünk együtt dolgozni, és ők készítettek részünkre egy olyan háttérkutatást, ahol megszólították a térségből, illetve országosan mindazokat a szakembereket, akiknek fontosnak tartjuk a véleményét a program kapcsán, itt egészen a vízgazdálkodástól, a limnológiától kezdve a mezőgazdaságon át, vagy akár a társadalomtudományokig nagyon széles spektrumon kérdeztünk meg szakértőket, és az ő közös munkájuk során alakult ki egy olyan konszenzusos anyag, hogy mik azok a legfontosabb kérdések, ami ennek a tájnak a jövőjét meghatározza, és érdemes foglalkoznunk vele, illetve mik azok a művészet és kulturális eszközök, amivel a tudomány és a művészet ötvözésével széles körben tudjuk érthetővé tenni ezeket a kérdéseket. Érdekes ez a kutatás, amit most elmondtál nekünk. Egy icipicit tudnád előle mondani, csak úgy felvillantani a nézőknek, hogy... Igen, jelenleg maga a program az még fejlesztési szakaszban van, ezért még ilyen nagyon konkrét részleteket nem árulhatok el, de remélhetőleg egy-két héten belül már el tudjuk kezdeni az információkat csepegtetni. Viszont azt elmondhatom, hogy abban mindenképpen egyetértettek a szakértők, hogy az egyik legfontosabb kérdés az, hogy nagyon gyors változások zajlanak a térségben, akár az éghajlat, akár az emberi tevékenység következtében, és az egy fontos kérdés lesz, hogy hogyan tud alkalmazkodni a természet ezekhez a változásokhoz, és nekünk embereknek mi a szerepünk ebben, hogyan tudjuk segíteni a tájat, akár ezeknek a hatásoknak a átvészelésében, vagy alkalmazkodásban, úgyhogy ez egy olyan rész, amivel mindenképpen szeretnénk foglalkozni. Ó, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a kimenetele. Még egy kérdés, most, hogy ez a pandémiás helyzet itt jelen van, ez mennyiben befolyásolja a ti munkátokat? Csak röviden, hogyha szeretnétek ehhez még hozzászólni. Szerintem egy általános hozzáállás módosulást eredményez ez a helyzet. Egyrészt ugye az online világnak a használata, meg ott kell komfortosan érezünk magunkat már a felkészülés alatt, mert ugye nagyon sok megbeszélés így zajlik. De a technikai oldala, a másik pedig szerintem, és itt majd átadom a szót, mert nyilván a környezeti oldalát ezt tituljátok, de hogy ennek egy olyan társadalmi hatása van, hogy sokkal erősebben kell megragadni azt, hogy a közösségnek az erejét támogassuk. Ugye itt egy ilyen szeparáció lép föl, ugye az emberek között sokkal bizalmatlanabbak leszünk, tehát hogy ez a bizalmatlanság alakul ki egyre inkább, és ezt kell valahogy kicsit úgy visszaépíteni az emberek bizalmát egymás felé, és szerintem a másik, ami nagyon fontos, hogy ugye most látjuk, hogy mennyire fontos az egészség, és itt nem csak a vitaminok, meg a, nem tudom, arra gondolok, hogy fizikailag egészségesek legyünk, hanem mentálisan és lelkileg is, és ugye itt a közösség az abszolút egy ilyen támogató, illetve ugye a környezet az az, ami hihetetlenül vigyázzunk el rá, mert az erdeink azok, ahova ki tudunk menni sétálni egy nagyot, friss levegőt szívni. Ha nem vigyázzunk rá, akkor ez egy-egy gyakrabban fog megismétlődni egyre keményebben, és nem akarok ilyen vészjós lenni, mert pont ezt akarjuk visszaszorítani. Köszönöm. Nálatok? Én még egy kicsit a gyakorlati oldaláról mondanék pár szót, hogy ugye most ez a helyzet egy picit... nem is picit megnehezíti azokat a zöldítő tevékenységeket, amik így előttünk állnak. Ugye itt az egyik kérdés például az eldobható műanyagoknak a kivezetése az országból, ami most meddig iszonyatosan közkedvelt, tulajdonképpen most a megoldásunk ez, hogy egyszer használatos dolgokat alkalmazzunk, és aztán eldobjuk őket, rengeteg szemetet termelve ezzel. A közlekedési megoldásokban is ugyanúgy problémába ütközünk, ugye amikor a közösségi közlekedést szeretnénk népszerűsíteni, akkor pont egy ellentétes tendenciával találkozunk. Úgyhogy ezek mind olyan kihívások, amikre most nekünk választ kell találnunk, és stratégiát kell kidolgoznunk. Ez egy fel van adva a lecke, valóban. Igen. Én pedig a táj szempontjából közelíteném meg a kérdést, hogy az egy megfigyelhető hatás, hogy ahogy most a távmunka jobb
Európában elterjedt így a Balaton térsége, az még inkább így a fókuszba került, és egyre többen költöznek ide állandóra is. És hogy ez egy nagy kérdés, hogy mi az a jövőkép, amit meg tudunk fogalmazni így együtt, és ez a célunk, hogy helyi közösségeket tudjunk megszólítani majd a programunkkal, és közösen próbáljuk meg kitalálni, hogy milyen Balaton térséget képzelünk el. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ennek lehet pozitív hatása, mert akik ide költöznek állandóra, én úgy gondolom, hogy fontos számukra, hogy milyen állapotban lesz ez a térség, és mit tudunk együtt létrehozni, úgyhogy erre szeretnénk építeni. Köszönöm szépen, és nagyon sok sikert kívánok nektek mindenhez, amit elmondtatok, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük szépen. A nézőknek pedig köszönjük a figyelmet, hogyha kérdésetek van, írjatok nekünk a greenlike.pe@gmail.com e-mail címre. Találkozunk a következő podcastban.